Ez itt a generációkról szóló új sorozat első része a Friderikusz Podcast csatornáján. Stegyeval Krisztián, generációkutató vagyok. Egy jó bulira vágysz? Csekkold az egyenleget saját bankszámládon, vedd meg a belépőt, és váltsd életed parti átvalóra. A generációkra szabott pénzügyi megoldások szakértője és a sorozat támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Ez a sorozat úgy jött létre, hogy tavaly év végén vendége voltam a Friderikusz Podcast egyik adásának, és az olyan nagy visszhangra talált, olyan sok szülő, nagyszülő, gyerek, de munkahelyi kollégák és főnökök is kérték, legyen folytatás, hogy közösen Friderikusz Sándorral elhatároztuk, egy hat részes sorozatban összefoglalom mindazt, amit a generációkkal kapcsolatban tudok, illetve amit másoknak is érdemes tudni. A következő hetekben a sorozat első öt részében különböző aspektusokból járom körül a témát. Szó lesz a generációk és az életkor kapcsolatáról, majd lépésről lépésre végigmegyünk az egyes generációk jellemzőin, de szó lesz a generációkon átívelő figyelem változásáról, sokakat érintő téma lesz a szülői szerepek átrendeződése, és körüljárjuk azt a témát is, hogy hogyan jelennek meg a generációs különbségek a mindennapokban. A sorozat záró hatodik adásában pedig válaszolok az önök menet közben beérkező kérdéseire. Már most mondom az e-mail címet, ahova a kérdéseiket minél egyszerűbb formában megfogalmazva elküldhetik, ez pedig a studio@friderikusz.hu. Ma a sorozat első részében a generációk és az életkor kapcsolatáról lesz szó. Előadásomat itt-ott egy-egy rövid bejátszás fogja megszakítani, amiket a Friderikusz Podcast korábbi adásaiból vettem, ezekkel fogom illusztrálni mondani valómat. Szóval, ahogy említettem, generációk és életkor. De miért is beszélünk annyit a generációkról manapság? Hiszen amióta ember az ember, mindig is téma volt az, hogy régen minden jobb volt, meg bezzeg az én időmben valahogy máshogy volt. Tehát, hogy valahogy az emberiség történelmében az a megélésünk, hogy a fiatalok és az idősek között valamilyen fajta ellentét, valamilyen konfliktus van. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a fiatalok mindig is fújtak az idősekre, és az idősek fújtak is a fiatalokra. De önmagában ez valójában egy életkori megkülönböztetés, és semmi köze a generációkhoz. A mai adásban ezt fogjuk egy kissé körbejárni, hogy mi a különbség a generációk és az életkori megközelítés esetében. És azért is beszélünk, és azért is fókuszálunk 2024-ben a generációkra, mert hogy az én megközelítésem az, hogy a generáció tulajdonképpen abba tud segíteni minket a hétköznapokban, hogy kicsit jobban megértsük, kicsit segítsen a mások viselkedésének a megértésében. Tehát nem a különbségekről fogok beszélni ebben a hat részben, hanem hogy jobban megértsük egymást, és hogyha jobban megértjük egymást, jobban tudunk egymáshoz kapcsolódni. Most először nézzünk meg egy rövid bejátszást, ahol nagyon szépen visszajön egy olyan generációs különbség, ahol Friderikusz Sándor egy fiatal előadó művésszel beszélget. Témaválasztását tekintve, nem tudom, hogy ön hogy látja, de most akkor végül is két egymástól már igen távoli generáció egymással szemközt. Itt volt egy fiatal ember, akit fölvettek a világ egyik legjobb egyetemére, a Yale-re, és vele beszélgettem Dörnyei Bendegúzzal, aki nem kocka, hanem szertágazó érdeklődésű, és nagyon sok mindenről beszéltünk, és valahogy ott kifutott a számon az a mondat, hogy hát én nem tartok túl sokat ezekről a mai 20 évesekről, tisztelet a kivételnek, mert vagy úgy gondolom, hogy nem nagyon van életfilozófiák, nem nagyon van világképük, ugye az egészben, hogy benne vannak, élik az életüket, és ennyi. Ezért örülök kifejezetten az ilyen beszélgetésnek, és annak is, meg lettem hívva ide, mert szerintem kifejezetten szükség van arra, hogy így el legyen terjedő az országban kommunikáció, generáció. Tehát, hogy generációk között egymással kommunikáljanak. Igen, mert így van egy távolságtartás mind a kettő oldalról egymás felé, és ez nem egy harmonikus dolog, amikor így távol nézők, azért, mert más ez a generáció most már. Nyilvánvaló lett, hogy az... Minden generáció más volt egy kicsit, különbözött az előzőtől, de valahogy én először látom ilyen pregnánsan, hogy az ön generációja, minthogyha nem az életben élni az életét, hanem valahogy ilyen túl felszínesen ahhoz képest, amit mondjuk 20-25 éves korra az embernek már érdemes tudnia, látnia, éreznie mindabból, ami körülveszi. Én úgy látom, hogy mintha ezek mind lényegtelenek lennének, mondjuk ön a szabályt erősítő kivétel, mert ezekben a vlogokban, ahogy néztem,
sok olyan kérdéssel is foglalkozik, amelyek társadalmi kérdések, oktatással, kultúrával. Szóval vannak olyan dolgok, amik egyébként nem szokták az önkorosztályt foglalkoztatni. Ha megnézi Sándor ezek alatt a videók alatt a kommenteket, akkor ott is lehet látni, hogy velem egy idős korosztályok egyébként azonosulni tudnak ezzel, és őket is mozgatja ez a téma, csak egyszerűen az a világ, ami felépült abban a generációban, amiben már én születtem bele, ott megborultak az értékrendek. Interneten szocializálódnak emberek, ott alakítják ki. Nagyon sok ember például ezért szenved ilyen önképzavarban. Szerintem ez is egy közösség, és minden emberben egyébként, aki felszínesen viselkedik, van egy belső cél, vagy egy belső vívódás, vagy egy belső olyan szorongás, hogy mivel már sokkal nagyobb rálátás van arra, hogy mi a világ, ami körülvesz, és sok több helyről informálódik, bármit, amit gondol, azt meg tudja tekinteni a telefonján, beírja, 5 perc alatt rá tud keresni bármire. Én pont azt látom, hogy de nem. Hiába ott van a technikai eszköz, hiába ott van a lehetőség, sokan nem, arra nem élnek így vele. Szerintem meg ez pont egy kicsit megnehezíti az ember dolgát. Egyszerűen elveszik abba a sok dologban, ami lehetne, és így nem találja meg önmagát. Főleg azért, mert a szem előtt vannak olyan impulzusok az interneten keresztül, ami meg nyilván nem túl egészséges. Na hát ez a közkedvelt előadó nem volt más, mint Azaria. Nagyon szépen visszaadta ez a videó az egyes generációk gondolkodása közötti különbséget. És nagyon sokszor megkérdezik tőlem, hogy miért is mások a generációk? Hogy attól, hogy máskor születtünk, vagy attól, hogy valaki vagy fiatal, vagy idős, és ez meghatározza a működését, de alapvetően az én fő üzenetem az, hogy a nevelés, a környezet, a makrokörnyezet hatása az, ami nagyon sok mértékben a gondolkodásunkat, de akár még az idegrendszerünket is valahol befolyásolja. Mi neveli a gyereket? Mitől fog a gyerekben kialakulni az értékrendszer, az attitűd, a gondolkodásmód? Hát ez nem más, mint a környezet. A környezetnek a nevelő hatása, és ez a környezet a fogantatás pillanatától kezdve befolyásol minket. Bizony már az anyamékben is befolyásol minket az, hogy a környezet hogyan, milyen módon hat ránk, és ezért mondta Szvekerdi tanár úr, hogy a nevelés nem a születés pillanatától kezdődik, hanem a fogantatás előtt 20 évvel. Tulajdonképpen az üzenete mögött az, hogy érdemes odafigyelni már idejekorán arra, hogy milyen mintákat, milyen értékeket mutatunk a gyerekeinknek. Na és ebben van nagy változás. Ebben történt akár 10-20-30 éven belül olyan kardinális változás, ami más értékeket, más kiinduló pontokat ad az ember életéhez, és erről is beszélt Azaria és Friderikusz Sándor különböző megéléssel és különböző élményekkel. Ugye ehhez kapcsolódóan hoztam egy-két példát. Talán néhányan tudnak vele azonosulni. Én egy Tolna megyei kisvárosban nőttem föl, de a nagyszüleim egy Tolna megyei kis faluban éltek. Az ő életükben nem volt telefon. Egész egyszerűen úgy nőttek föl, és úgy élték le az életüket, hogy nem volt telefon. Ők már mint személy szerint volt telefon a világban, de ők nem használtak telefont. És ezért nagyon sokszor úgy mentünk hozzájuk látogatóba, hogy nem készültek fel rá. Mégis mindig volt a kamrában étel, mégis mindig meg tudtak minket kínálni valahogy, és mindig készültek arra, hogy valaki egyszer csak oda fog jönni. Természetesen teljesen más volt akkoriban a kereskedelem is. Vasárnap nem voltak nyitva a boltok, ugyanakkor még 6 napos, aztán majd 5,5 napos munkahelyről beszélünk, tehát szombaton nyitva volt a bolt, de nem lehetett egész nap kenyeret venni, teljesen máshogy vettek tejet az emberek, mert csak 1-2 napig volt jó szavatossága. Szóval a nagymamámnak világéletében létfontosságú volt, hogy a spájz, a kamra mindig tele legyen. Ez nem csak az ő megélt élménytartományához tartozott, hanem ez egy praktikus lépés is volt, hiszen soha nem lehetett tudni, ahogy mondtam, hogy mikor jelennek meg az unokák. Általában 2 napra mentünk hozzájuk látogatóba, és ott aludtunk szombaton este, és vasárnap reggel mindig élménnyel néztem azt a reggelit, ahogy nagypapám reggelizett, egy hatalmas fémbögrében, egy 1 literes fémbögrében itta a teát, és ehhez megfelelően egy rendes váb reggelit kapott, vagy szalámis kenyeret, vagy zsíros kenyeret, vagy valamilyen disznóságot, amit az én városi gyomrom nem biztos, hogy el tudott viselni. Aztán kiment a gangra, megborotválkozott, elment a misére, majd a mise után beszélgetett az ismerőseivel, megittak valamit, aztán hazasétált, ahol már kész volt az ebéd. Nagymamám egész délelőtt készült az ebédre. Ő nem pihent, neki a vasárnap nőként ugye nem arról szólt, mint a férfiaknak, hogy misére mennek, hogy kvázi pihennek, hogy elbeszélgetnek az ismerősökkel, hanem egész délelőtt gürizett, hogy kész legyen az ebéd. Aztán leéltünk az ebédlőasztal köré, először nagypapám mert, de ha jól emlékszem, nem is ő mert neki, hanem a nagyanyám mert neki az ételt, majd utána sorban mindenki mert a levesből, aztán nagymamám volt a legutolsó, hiszen ő csinálta az ételt, neki az jutott, ami maradt.
És ez teljesen természetes volt, és így ment az ebéd. Mit tanulhattam ebből? Mi volt az én hozományom ebből a szituációból? Például megtanultam azt, hogy hol a helyem. Hol a helyem a világban? Gyerekként is, és tulajdonképpen megtapasztalva, hogy családon belül hol helyezkednek el az egyes egyének, életkortól függően, és ez mit jelent a szerepeimben, majd később a világomban. Megtanultam azt is, hogy van egy hierarchia. Nagyon komoly hierarchia van családon belül is, de alapvetően egy hozott mintám lett az, hogy az élet az a hierarchia köré épül, alá-fölé rendeltségi viszonyrendszerben. Megtanultam azt, hogy nem minden jár. Nem minden jár gyerekkorban, hanem meg kell dolgozni azért, hogy a legjobb falatokat megkapja az ember. Hogy például az, hogy kinek jár a csirkehúslevesből a comb, és kinek jár a taré, vagy kinek jár a láb. Ez attól is függött, hogy hol van a helyed a családon belül. Megtanultam a férfi és a női szerepeket. Hol van a férfinek a helye, és hol van a nőnek a helye. Hogy vasárnap, például ebben a sváb családban, a férfi csak a ház körül tesz-vesz, de komoly munkát már nem végez. De az asszony az egész délelőtt gurizik, majd az ebéd után is még gurizett, és nála a vasárnapi pihenés nem feltétlenül volt ismerős fogalom. Megtanultam azt, hogy vannak felnőtt és gyerek témák, és a felnőtt témákban a gyerekek nem szólnak bele. Ez is részben a hierarchiához kapcsolódik, de mégis van egy olyan szerepköre, ahol a témákat, a felnőttséget és a gyerekséget, az egymáshoz való viszonyrendszert nagyon jól meg lehetett tanulni. És azt is megtanultam természetesen, hogy a vasárnapi ebéd az a rántott hús, és ezt nagyon sokáig vittem magammal, és most már a gyerekeim esetében teljesen máshogy kell viszonyulni. Na ezeket megtanultam, és ehhez kapcsolódik egy olyan generációs fogalom, amit majd a későbbiekben úgy fogunk hívni, hogy élménytartomány. Hogy mi az a gyerekkori élménytartomány, amiből megtanulunk olyan fix pontokat, akár generációs origókat, ami meghatározza azt, hogy nekem mi a világban a normális, és hogy a jövőben majd ehhez a normálishoz hogyan fogom tudni viszonyítani a rendszereimet. Na mi az én élménytartományom ebből a vasárnapi ebédből? Például az, hogy az élet természetes rendje az aláfölé rendeltség, a hierarchia. És a hierarchia az életkorhoz kötődik. Hogyha ez az élménytartományom, ha ez a kiinduló pontom, akkor majd, hogyha 20-25 év múlva elmegyek dolgozni, teljesen természetes, hogy aláfölé rendeltség van. Teljesen természetes, hogy a munkavilágát, a karriert úgy tudom elképzelni, hogy kezdő munkavállalóként én vagyok a karrierút legalján, a plankton, és majd szép lassan az évek múlásával fogok tudni majd előre jutni. Na ehhez képest, hogy én így nőttem föl, hogyan nevelem a gyerekeimet? Már egyébként a szüleim sem feltétlenül így neveltek. Amikor nálunk otthon volt a vasárnapi ebéd, nem arról szólt, hogy apám egész délőtt a misén járt, és apám dolgozott, hanem nagyon sokszor apám csinálta az ebédet, és már nem feltétlenül így mertünk az ételből. De nálunk már aztán végképp a legjobb falatokat a gyerekek kapják. Hogy nálam tök természetes, hogy nekem az a nevelésben a célom, hogy a gyerekeimnek boldogságot tudjak átadni, hogy olyan biztonságot, olyan családi hátteret tudjak adni, ami nagyon sokszor az egyenlőségről szól, nem az aláfölé rendeltségről, abszolút nem a hierarchiáról. Na az én gyerekeim élménytartománya gyökeresen más, mint ami az én élménytartományom volt 40 évvel ezelőtt. Nem a Dózsa Györgyféle szabadságharcban, nem Szent István idején, hanem 40 évvel ezelőtt. Egy olyan világban, ahol együtt élünk most legalább 6 generáció, amely 6 generációnak nagyon sok esetben teljesen más élménytartománya van, így teljesen más reakcióink vannak, és teljesen máshogy viselkedünk, máshogy viszonyulunk bizonyos témákra. Hoztam egy másik videó bejátszást, ami nagyon nagy mértékben majd fog hasonlítani erre a vasárnapi ebéd példára. Mindjárt megnézzük a videót, és utána egy kicsit beszélgetünk róla. Egy tehenészetbe kerültem éjjeli őrnek, és amikor egyszer mentem haza, ez csodálatos volt, annyit szeretnék megjegyezni, soha nem volt életemben még olyan gyönyörű egy hónapom, mint amikor éjjel egyedül maradtam 300 tehénnel az istálóban. Ez egy ilyen tanyaközpontszerű, volt állami gazdaság volt, a nagy puszta semmi közepén. Tehát ha el tud képzelni reménytelen tájat, akkor az az volt. A táj is reménytelen volt. Ráadásul még emberek voltak benne, szóval már nem lehetett tovább fokozni a reménytelenségét. A házi gazdám azt mondta, hogy most ne feküdjek le, mert jön Irimiás, mert malacfelérés lesz. És az én dolgom az volt, hogy a házigazda előfogta a malacot az olban, én hátul,
bocsánat, fordítva, én elől, ő hátul, a visongó halálra rémült szerencsétlen kis dedeket, és megjött az Irimiás, nem volt nála semmi, csak egy ilyen koszos fehér rongy, amivel azt csinálta, hogy letérdelt a háznak a belső udvarán, mi hoztuk a halálra vált malacokat, lefektettük elé, vagyis a házigazda hátsó lábakat széthúzta, aztán mind a ketten tartottuk a malacot, és ő pedig így nagyon óvatosan, mintha valami kincset venne elő, kiforgatott ebből a gyolcsszerű anyagból egy haláléles szikét. És ezzel a szikével nem beszélt semmit. Megitta előtte a kötelező pálinkát, kettőt, hogy kére még, igen. És akkor metszett. Vittük vissza a szerencsétlen, meg tampon állt, és vittük vissza a szerencsétlen, hoztuk a következőt. Krasznahorkai László író beszélgetéséből volt ez a részlet. Az egyik legkedvesebb epizódom, legkedvesebb részem a Friderikus podcast előadások vagy beszélgetések közül. Annyira gyönyörűen, annyira költőjen, hiszen egy íróról beszélünk, mutatta be ezt a tájat, szinte látom magam előtt ezt a reménytelen vidéket, szinte látom magam előtt, ahogy az író gyerekkorában ott a tehenészetben vigyáz a tehenekre, majd ugye jön ez a horror sztori Jeremiás történetével. Szóval, hogy mennyire gyönyörűen leírja ezt az egész 20-30-40-50 évvel ezelőtt jellemző szituációt. Talán már 20 évvel ezelőtt nem is volt annyira jellemző. Ilyen tipikus 70-es, 80-as évekbeli történet, ahol a gyerek gyerekkorában, idejekorán elkezd dolgozni. És ehhez tudok kapcsolódni én magam is, egy történettel, egy másik példával. 7 éves voltam, amikor teljesen természetes volt, hogy egyedül jártam boltba. A szüleim leküldtek a boltba vásárolni, vittem a pénzt, vittem a szatyrot, nagyjából 10-15 percre volt a bolt az otthonunktól, és szinte senki nem figyelt föl erre, hogy egy 7 éves gyerek a boltba jár, mert teljesen természetes volt. Versenyszerűen úsztam, Bonyhádon nem volt akkor még úszoda, ezért reggel, szombaton és vasárnap lesétáltam egyedül a buszmegállóba, ahol a többiekkel felszálltunk a helyi járatra, és elmentünk Szekszárdra az úszodába úszni. Teljesen természetes volt, hogy egy 7 éves gyerek egyedül lesétál a buszmegállóba, onnan elutazik egy másik városba, majd utána visszajön, és hazasétál ebédre. Na, ezt ma elképzelhetetlennek tartjuk nagyon sok esetben. Nyilván nagyon sokan bátrak és megmerik ezt csinálni, de a döntő többség 7 éves gyerekét még nem engedi el, főleg Budapesten, nagyvárosokban boltba vásárolni, vagy egyedül buszozni. Az, aki megteszi, az azt gondolom, hogy ma már a kivételhez tartozik. Megint mit tanultam ebből az időszakból? Mi volt az én hozott tanulásom? Hát egyrészt az önállóság. Nyilván egy olyan tapasztalásom van ebben kapcsolatban, ami a felelősségvállalás témakörét járja körül, az, hogy nagyon sokszor csak magamra támaszkodhattam, és önállóan kellett megoldanom a dolgokat. Mit tanultam még? Például megküzdési stratégiát. Tudtam jól, hogy nekem kell ezeket megküzdeni, és volt egy olyan történet, amikor elmentem vásárolni, végre vehettünk egy üveg kólát, ami azért nagyon nagy szó volt a 80-as évek elején, akkor még üvegben voltak a kólák, és emlékszem, hogy a pénztárnál, miután kivettem a kosárba és beletettem a szatyorba, kiszakadt a szatyor alja, és leesett az üveg kóla, és ripityára tört. Ott sírtam, 7-8 éves lehettem nagyjából az emlékeim szerint, de nekem kellett megoldani ezt a problémát. Na, szóval ez egy nagyon erős megküzdési stratégiát tudott adni. Mi lett ebből az én élménytartományom? Ugye az előbb is az élménytartományt jártuk körbe, ami nagy mértékben meghatározza a későbbi viselkedést. Mi lett ebből az én élménytartományom? Például az, hogy csak magamra támaszkodhatok, és ez az X generációsoknak a jelentős többségének a saját élménytartománya, hogy magunkra támaszkodhatunk. És hogyha ezen valamennyire segíteni akarunk, akkor nagyon sokszor kulcsos gyerekként nem biztos, hogy a családunkra, nem biztos, hogy a szüleinkre tudtunk támaszkodni, hanem a kortársainkra. És ez a tanulás, ez az élménytartomány nagyon szépen visszaköszön a mai világban, például a munkahelyen, az X generációsok esetén. De egy kicsit itt belecsapok a generációkba, majd a következő epizódban részletesen is végigmegyünk az egyes generációk határvonalain, de a beszélgetésnél, a decemberi beszélgetésben már azért valamennyire érintettük ezeket. Szóval, hogy van egy ilyen élménytartományom, van egy ilyen tanult hátterem, ami abból ered, hogy akkoriban, az én gyerekkoromban sokkal hamarabb befogták a gyerekeket, nem rossz értelemben, hanem
Ez volt a nevelési elv, hogy részt vegyenek, részesei legyenek a munkának, részesei legyenek egy önálló életnek. Ehhez képest, és nem jó vagy rossz, nem egy összehasonlítási alap, de ehhez képest ma a szülőknek egy jelentős része túlfélti a gyerekeket. Nyilván ez is általánosítás, de hogy az általánosítás mögött vannak olyan szakkifejezések, mint helikopterszülő, inkubátorgyerek, tehát ez nem egy-egy megfigyelés eredménye, hanem tömegével megfigyelhetjük azt, hogy szülőként bizonytalanok vagyunk, ami miatt van egy ilyen túlféltés a szerepeinkben, nem akarjuk, hogy veszélyek tegyük ki őket. Ehhez hozzájárul az is, hogy ebbe a szülői bizonytalanságba itt-ott visszaköszön például az, hogy bizonytalanok vagyunk abban, hogy hogyan kezeljük a gyerekeinket, hogy aláfölé rendeltség helyett emlékszünk a vasárnapi ebédre, ahol már önmagában aláfölé rendeltség volt, vagy a Krasznahorkai Lászlónak a történetére, ahol milyen szép aláfölé rendeltségi viszonyrendszer volt, hogy egy írónak, egy értelmiségének el kell menni a tehenészetbe. Na ehhez képest ma egy partneri viszonyrendszerbe próbáljuk betenni a gyerekeinket, magunk mellé emeljük, egy ilyen mentorszülőséggel, haverszülőséggel próbálkozunk, és emiatt nagyon sok esetben például nem várjuk el a gyerekeinktől, hogy dolgozzanak. Nem, hogy 7-8 évesen, akár később sem. Megpróbáljuk őket kiszolgálni, megpróbálunk egy boldog gyerekkort adni. Nem nagyon tudjuk még, hogy mit jelent a boldog gyerekkor, de ehhez vannak ilyen sztereotípiáink, vannak ilyen ötleteink, hogy például az, hogy helyettük megcsinálunk nagyon sok mindent, ehhez is vannak általános sztereotípiáink, például az anyarobot, aparobot kifejezés, tehát, hogy megcsinálunk helyettük sok mindent, ezzel jót teszünk. És ez nagyon sokszor 10, akár 20, de akár 30 éves gyerekeknél is előfordul, hogy a szülő a gyerek helyett sok mindent megcsinál. Ezzel azt gondoljuk, hogy jót teszünk. Teszünk jót is. De például mindazt, ami az én élménytartományom volt, az önállóság vagy a megküzdési stratégia, na ezeket elvesszük a gyerekeinktől, és nem tesszük őket, nem neveljük őket önállóvá vagy felelősségvállalóvá. Aztán amikor elmennek a munkahelyre, ott találkoznak a 30-40 évvel idősebb kollégákkal, munkaadókkal, vezetőkkel, akik önállóak, akiknek nagyon erős megküzdési stratégiájuk van, és azt gondolják, hogy a 20-30-40 évvel fiatalabb kezdő munkavállalónak ugyanilyen önállóságot kellene hoznia, ugyanilyen megküzdési stratégiákat. És hogyha erről nem tudunk, hogyha nem értjük, hogy a nevelés, a norma, a kiinduló pontban ilyen jelentős különbségek vannak, akkor bizony ott lehet konfliktus, és ott lehetnek harcok is. Szóval ezért beszélünk most egy picit részleteiben, kicsit többet arról, hogy mik a generációk közötti különbségek. Hogy alapvetően fölmerülhet mindenkiben a kérdés, hogy oké, ez nagyon jól hangzik, de mit tudunk kezdeni a mindennapokban a generációs elmélettel? Mit lehet tanulni ezekből a generációs elméletekből? Két dolgot. Az egyik az, hogy tudjon segíteni abban, hogy megértsük az egyes generációkhoz tartozók viselkedésének a különbségét, és ne dühből, ne azonnali visszacsapással tudjunk reagálni, hanem a megértés által egy olyan módon, egy olyan kapcsolódással, ahol nem a másiknak a különbségét nézzük, hanem azt, hogy én valójában hogyan nőttem fel és hogyan tanultam meg, megértve azt, hogy ő egy teljesen más gyerekkort kapott. És tulajdonképpen ez a másik, ez a normális. Ugye erről beszélgettünk decemberben is, hogy a születési normális határozza meg a világunkat, határozza meg azt, hogy hogyan nézünk rá a jelenünkre. Ez az élet első bűvös 1000 napja. Amikor megszületünk, az agyunk hogyan tudja megtanulni a körülöttünk levő környezet alapján, hogy számára mi a normális. És ebben a normálisban van drasztikus különbség, mert teljesen más volt a normális 1960-ban, más a normális 1990-ben, és más a normális 2024-ben. De egy újszülöttnek mindig az a normális, amibe beleszületik, és nem tud mit kezdeni a régebbi élménytartományokkal. Mert az élmény az nagyon erősen időfüggő, és időben nem tudunk visszamenni az egyes élményekbe. Szóval amikor generációkról beszélünk, elő a normálisról beszélünk, ezekről az élményekről beszélünk, és ez nagyon sokszor úgy csapódik le a beszélgetésekben, meg a hétköznapokban, hogy teljesen más a fiatalok, meg az időseknek az élménytartománya. De valójában a generáció nem fiatalokról és idősekről beszél. A generációnak semmi köze az életkorhoz, és az életkornak semmi köze a generációhoz. Ez két különböző szakkifejezés, két különböző megközelítési mód. Az egyik egy életkori megkülönböztetés, vagy
mondjuk ugye egy életkori szegmentáció, a másik pedig egy generációs megközelítés. Az életkor és a generáció nyilván valamilyen szempontból kapcsolatban áll egymással, hiszen jelenleg az egyes generációknak meghatározó életkori besorolása van. Például az alfa generáció tagjai, a 2010 után született generáció tagjai között vannak olyanok, akik egy-két naposak, meg vannak olyanok, akik 14 évesek. Ez egy nagyon-nagyon heterogén generáció. Nyilván nagyon nehezen lehet összehasonlítani egy 13 éves meg egy évesnek a gondolkodását, a viselkedését. De ott vannak az X generációsok, akik a mai 40-esek, 50-esek, egy életközepi válsággal, egy teljesen más hozzáállással, ami abból adódik, hogy ők nem tinédzserek vagy nem gyerekek. Tehát az, hogy éppen most az egyes generációk hány évesek, az is meghatározza azt, hogy hogyan tudunk reagálni, vagy hogyan tudunk viselkedni. De az életkor és a generáció nagyon más. Olyan kifejezés, hogy fiatal generáció, ilyen nincsen. Egy generáció nem egy ember, nem lehet fiatal, nem lehet idős. Azt lehet mondani, hogy egy generáció tagjai éppen most fiatalok vagy idősek. Ez egy jó kifejezés. De az életkor teljesen másképpen jelenik meg az életünkben, és ez biológiailag vagy az evolúció során nagyon szépen meghatározóan ott van az életünkben. Az, hogy ki a fiatal, meg ki az idős, ez is nehezen definiálható. Nincs ilyen kifejezés, nincs ilyen definíció, hogy fiatal és idős. Az a fiatal, aki kedves néző, nálad fiatalabb, és az az idős, aki nálad idősebb. De ez attól függ, hogy én éppen hány éves vagyok. Amikor tinédzser voltam, akkor a fiatalok a 10 év alattiak voltak, és tinédzserként nagyjából minden 30 év fölötti az már idős volt. Most, hogy már több vagyok, mint 30, azt gondolom, hogy a fiatalok azok most olyan 30-35 év alattiak, az idősek meg majd valahol a 70 fölöttiek kategóriája. De amikor már 70 leszek, akkor majd azt fogom mondani, hát még nem vagyok idős, de majd a 90 felettiek azok idősek lesznek. Szóval én nagyon-nagyon erősen toljuk ezeket a kategóriákat, és ahogy idősödünk, úgy nő a fiataloknak a szegmense, egyre több fiatal lesz, és egyre szűkebb lesz az időseknek a szegmense, mert valahova valamiért oda most 2024-ben nem szeretnénk tartozni. Szóval ez az életkor és a generáció közötti különbség, és azért foglalkozunk nagyon sokat az életkorral 2024-ben, mert hogy a földtörténelemnek az első olyan időszakát éljük, amikor nagyon sokáig élhetünk. Végre jó hír. Nem olyan dolgokról beszélünk, hogy gázáremelés, vagy háború, vagy Covid, hanem hogy sokáig élhetünk. Nem is ezzel van a gond. A gond azzal van, hogy sokáig kell dolgoznunk, és nem erre van kitalálva a testünk. Sem a kognitív képességeink, tehát sem az agyunk, sem a fizikai testünk nem erre van kitalálva, hogy ennyire sokáig kelljen dolgozni. Gondoljunk bele, mindazok, akik most néznek minket, és 1995 előtt voltak mondjuk 7 évesek, ők úgy fogták föl a világot, a nevelésükben, az első 1000 napban úgy látták a környezetüket, hogy az idősség, és az minden gyerek esetében így van, nagyjából az időskori nyugdíjhoz kötődik. 1995 előtt, egész pontosan 1992-ig a nyugdíjkorhatár a nőknél 55 év volt, a férfiaknál 58-60. Tehát úgy nőttünk fel, hogy körülbelül 55 évig tartott a fizikai aktivitás vége, tehát hogy az egész tanulásunk, az egész karrierívünk annak a mentén épült fel, hogy maximum 55-60 éves korunkig van lehetőségünk arra, hogy összerakjuk az egzisztenciánkat, utána jön a nyugdíj. Na ehhez képest a mai fiatalok azt látják, hogy 65 év a nyugdíjkorhatár, de alapvetően az egész idősödés, az egész fizikai aktivitásnak a határa úgy van most a levegőben, hogy ennek nincsen felső határa. Hogy egy csomó olyan ember dönt az életünkről, a legfontosabb dolgainkról, akik bőven 70 fölöttiek, vagy akár 80 felettiek. Tehát, hogy ma egy fiatal úgy nő fel, hogy tulajdonképpen nem látja, hogy mikor lesz vége ennek az egész történetnek. Nyilván számára teljesen mást fog jelenteni az időskor, mint jelentett nekem 40 évvel ezelőtt. Innentől kezdve más fog jelenteni a karrierút, más fog jelenteni a tanulás, más fog jelenteni a felelősségvállalás, teljesen máshova fogja tudni tenni azokat a mérföldköveket, amik meghatározzák az életünket. Mikor dönt felelősséggel az élete fölött? 18 évesen vagy 28 évesen? Mikor fogja eldönteni, hogy el akar kezdeni dolgozni? A mi korosztályunk, a mi időnkben, ugye, hogy mondjunk ilyen generációs kifejezéseket, 18-20 évesen elkezdett leválni a szülőkről, mert hogy még volt 35 éve potenciálisan arra, hogy fölépítse az egzisztenciáját. Ha most 18-20 évesen elkezd dolgozni, akkor azt látja, hogy akár 55 évet is kell majd dolgoznia. Az 20 évvel több, mint a mi időnkben.
Hát akinek két anyja van, hát senki nem akar ilyen sokat dolgozni. És azt mondja, hogy egy kicsit elkezdem kitolni ezt a határt, egy kicsit később fogok leválni a szüleimről, egy kicsit később kezdek el felelősséget vállalni az életem fölött. Ezt hívjuk utóserdülőkornak, mert ugye a serdülőkornak van egy biológiai életkori határa is, de van egy ilyen szociális életkori határa is, hogy tulajdonképpen felelősséget vállalsz a saját életed fölött. És ma a serdülőkor nem 18-20 évesen ér véget, hanem körülbelül akkor, amikor átlagosan egy átlag magyar fiatal elköltözik otthonról, és ez ma a KSH statisztikai szerint 27,5-28 év körül van. Tehát egy plusz 10-essel kitágul a serdülőkor, egy plusz 10 év az utóserdülőkornak az időszaka. Ez azt is jelenti, hogy ebben az időszakban kevésbé vállalnak felelősséget a fiatalok a saját életük fölött, kevésbé akarnak elköteleződni egy munkahelyen, kevésbé akarnak beletörni úgy a szakmájukba, mint ahogy mondjuk a szüleik tették. Tehát nem azt jelenti, hogy valójában nem lesznek elkötelezettek, nem azt jelenti, hogy nem lesznek lojálisak és alázatosak, csak körülbelül egy 10 évvel később kerülnek bele ebbe az élet szakaszba, átlagosan, és természetesen akár földrajzilag is más-más tekintekben. Szóval, hogy az életkor nagyon-nagyon sok mindent meghatároz az életünkben, de azt is meghatározza, ugye mondtam azt, hogy nagyon sokáig élünk, és emiatt nagyon sokáig kell dolgoznunk, hogy a föld történelemben soha nem volt olyan, hogy 65 éves korunkig kellett dolgozni. Most van az első olyan időszak, hogy például 65 éves tanárai vannak tinédzser gyerekeknek. Az én időmben a legidősebb pedagógus körülbelül 55 éves volt. Nem is nagyon emlékszem, hogy voltak-e 55-58 éves pedagógusaim. Most pedig teljesen természetes és átlagos, általános, hogy akár 65-66-67 éves idős emberektől kell tanulniuk tinédzsereknek hasznos dolgokat. Ők az első generáció, akinek meg kell azt tanulniuk, hogy 65 éves emberektől tanulnak tömegével az életben hasznos és tanulható dolgokat. Ez sem könnyű. Ez is egy tanulási folyamat, ez is egy generációs különbség. De ott van még a várható élettartam, ami nagy mértékben befolyásolja az élethez való viszonyrendszerünket. Amióta ember él a Földön, azóta megpróbáljuk mérni a várható élettartamnak a hosszát. Ez az emberiség történelmének a 99,9%-ában 30 év volt. 30 év volt a várható élettartam. Soha a történelem előtti időkből nem találtak a régészek olyan csontvázat, olyan emberi csontvázat, amely 30 évnél idősebb lett volna. A történelem utáni időszakban már igen, és azért volt 30 év a várható élettartam, mert nagyon-nagyon nagy volt a szórás, és ilyen szépen fejezzük ki statisztikailag az életkor esetében, mert iszonyat nagy volt a csecsemőhalálozás, a gyerekhalálozás, a fiatalkori halálozás, és nagyon kevesen élték meg a 30 évet, de aki megérte. Azután még élhetett néhány évet, de azért nagyon-nagyon sokáig, aki 30 év fölött volt, az már bekerült a vének tanácsába, a bölcsek táborába. Nyilván evolúciós pszichológia alapján valahol azért ezt meg lehet érteni, hogy a mai napig ott van belénk kódolva, hogy a 30 évnél megszólal a véscsengő, és hiába találjuk ki, hogy 40 az új 30, azért ez a 30 év, ez egy ilyen határvonal jelenleg is az életünkben. 1850-ben, 174 évvel ezelőtt, ez körülbelül 4-5 emberöltő, ugye Magyarországon 35 évet mondunk egy emberöltőre, tehát 4-5 emberöltővel ezelőtt Európában a svéd nők éltek a legtovább. Svédországban volt a legmagasabb várható élettartam 1850-ben, ami 45 év volt. Ez volt a legmagasabb, 45 év. A másfélszerese annak, amit az emberiség történelmének a 99,9%-ában megéltünk, de ma már azért felsziszennénk, hogy 45 év azért az nem olyan sok. Én már nem élnék, hogyha átlagos védnő lennék 1850-ben, tehát nagyon örülök, hogy most egy máshogy alakul. Jelenleg a japán nők élnek a legtovább. Japánban most 86,2, majdnem 87 év a várható élettartam. A háromszorosa annak, amit valaha megértünk, és a duplája 174 évvel ezelőtt a svéd nőkének. Hurrá! Hát végre megint egy jó hír. Ez már a második. Igen ám, csak annyira gyorsan megnőtt a várható élettartam, ugye Japánban a második világháború után még 45 év volt a várható élettartam, tehát azóta ment föl 90-re. Annyira gyorsan megnőtt a várható élettartam, hogy a társadalom nem tud megfelelő választ adni arra, hogy mit csináljanak az idősek. Nagyon aktívak az idősek, nagyon erős prevenció van Japánban arra vonatkozóan, hiszen tudják, hogy sokáig élhetnek. Ott is ugye a férfiak, hál' Istennek, előbb halnak meg, mint a nők, de nagyon sok 100 fölötti nénike van Japánban.
és a társadalom nem tud megfelelő választ adni nekik, ott se. Azt mondja, hogy tessék hazamenni, tessék nézni a japán éjjel-nappal Budapestet, vagy éjjel-nappal Tokiót, egyenközben valamit a tévé előtt, aztán csókolom. De hogy nagyon aktívak a japán nők, és azt mondják, hogy ők nem ezt szeretnék csinálni. És képzeljék el, olyan dolgok történnek meg Japánban, hogy az utóbbi néhány évben drasztikusan megnőtt az időskori bűnözés. Mert annyira unatkoznak az idősek, hogy nem tudnak egyszerűen mit kitalálni, és elmennek és betörnek. És nyilván elkapják őket, hát nyilván 100 év feletti nénikéket elkapnak menekülés közben, és mennek a börtönbe. De semmi baj, mert ők tök boldogok, mert a börtönök tele vannak 100 év fölötti nénikékkel, és ők tök jól el vannak ott. És nem is ez a társadalmi probléma, hanem az, hogy a többszörösére nőttek a japán börtönökben az utóbbi években a szociális és egészségügyi kiadások. Mert olyan dolgokra kell költeni, amire korábban nem, amire korábban csak az idősek otthonában költöttek. És nem elég ez, még olyan szakszemélyzet is kell a börtönbe, akik foglalkoznak az idősekkel, de csak munkaidőben, 8-tól 4-ig. 4-től reggel 8-ig viszont a börtönőröknek kellene ezeket a feladatokat átvenni, ők meg erre nem képesek, ezért felmondanak. Nyilván egy szélsőséges és vicces példát hoztam, de ezen keresztül is talán lehet értelmezni, és lehet látni, hogy milyen veszélye, vagy milyen problémái lehetnek annak, hogy ilyen sokáig élünk, és ez ilyen gyorsan történik meg. Menjünk tovább. Azt mondja Harari, egy izraeli történész a 21 lecke a 21. századról című könyvében, hogy orvosilag nem lehetetlen, hogy a 21. században 120 évig éljünk. 120? A négyszerese annak, amit eddig megéltünk. Majdnem a háromszorosa 174 évvel ezelőtt a svéd nőkének, de még a másfélszerese is most a japán nőknek, ahol társadalmi problémák vannak. Tessék végig gondolni, ha 120 évig élünk, mennyi lesz a nyugdíjkorhatár? Múltkor egy előadásomon mondta valaki, hogy nálunk 121, de hogy legyünk ennél optimistábbak, és mondjuk legyen 90. Akkor hány éves korunktól leszünk idősek? Akkor egy 70 éves idős? Hát még 20 éve van a munkahelyen dolgozni. Hát nyilván nem számít idősnek. Szóval, hogy nagyon nehéz ilyen környezetben, ilyen körülmények között megfogalmazni azt, hogy ki számít fiatalnak és ki számít idősnek, mert ez is valahol a nevelés. Ez is valahol a generációs origó. Ha egy fiatal azt látja gyerekkorában, hogy 55-60 éves emberek már nyugdíjasok és idősnek számítanak, kialakul benne az a generációs origó, hogy 55-60 feletti ember az bizony idősnek számít. Hogyha egy gyerek egy olyan világban nő fel, ha a gyerekek tömegével olyan világban nőnek fel, ahol orvosilag nem lesz lehetetlen, hogy 120 évig éljünk, akkor teljesen mást fog jelenteni a számára az időskor, teljesen máshova fogja tenni a fiatalságának a végét, előszeretettel fogják majd mindezt kitolni minél későbbre, minél később bekerülve a munkaerőpiacra, és minél később felelősséget vállalni a saját életünk fölött. Na, így kapcsolódik össze az életkor azokkal a puzzle darabokkal, amik generációsan határozzák meg azt, hogy mi számít fiatalnak, és mi számít idősnek. És ebben csak egy-két dolgot érintettünk a várható élettartammal és a biológiai változásainkkal. De nyilván emiatt, hogy a világtörténelemben ilyen keveset éltünk, maga az agyunk és maga a fizikai testünk sem feltétlenül arra van kitalálva és összerakva, hogy ennyire sokáig jól tudjunk működni, és bizony a testünk és a kognitív képességeink is folyamatosan átalakulnak. Nagyjából, és ez nagyon erős általánosítás lesz, nagyjából 23 éves korunkra jutunk el oda, hogy a kapacitásunk csúcsára kerüljünk, aztán onnantól kezdve még egész jól fönntartjuk ezt a kapacitási képességünket, és utána mondjuk nagyjából átlagosan olyan 45 éves korunk után történnek radikális változások, ilyen például az, hogy 45 fölött az ember tanulási képessége megváltozik, de ilyen például az, hogy az emberi test hatékonysága is csökken. Vagyis a fizikai munkások hatékonysága 45 éves kor fölött elkezd csökkenni. Ha most 65 év a nyugdíjkorhatár, akkor azt jelenti, hogy 20 évig még kell dolgozni fizikai munkásként, erre nem volt példa a világtörténelemben, de hogyha feltételezhetően tovább fog növekedni a nyugdíjkorhatár, akkor itt nagyon komoly fizikai munkások körében megfigyelhető hatékonyság csökkenést lehet elképzelni a jövőben, tehát idejekorán el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet például javítani a mostani 40-esek, 45 éveseknek az állóképességét ahhoz, hogy majd 65-68-69 éves korukban is hatékony munkát tudjanak végezni. De ugyanez igaz a szellemi munkásokra is.
aztán nagyjából utána 65 év után következnek be azok a biológiai változások, ami az idősödéssel kapcsolatban jellemzik a kognitív képességeinket, ilyen például a név előhívási probléma, a szó előhívási probléma, vagy a rövidtávú memóriának a romlása. Szóval, hogy a testünk és az agyunk működése az nagyon evolúciós, több tízezer vagy több százezer évre épül föl, és ehhez képest az elmúlt 20-30-40 évnek az eredménye az, hogy ilyen sokáig kell dolgoznunk, és az a feltételezésünk, hogy a jövőben is ilyen sokáig fogunk dolgozni. Na ez az életkor. A generáció nem erről szól. A generáció arról szól, hogy amikor megszülettünk, akkor milyen környezet fogadott minket. Ahogy mondtam, a nevelés arról szól, hogy mit tanulunk a környezetünktől, hogy az életünk első 1000 napjában mi volt a földi normális, hogy milyen kiinduló pontunk van, ezt hívjuk generációs origónak, ezek az élménytartományaink, a születéskori élménytartományaink, és ez a generációs origó a jövőben hogyan fogja majd meghatározni a működésünket, és hogyan fogja meghatározni az életünket. Nagyon sokat beszélünk a fiatalokról, és az előadásban is, a kérdésekben is nagyon sokszor az jött vissza, hogy a fiatalokról mondjunk több információt. Ez is evolúciós. Mindig jobban akarunk figyelni a fiatalokra, mint a saját korosztályunkra, vagy a nálunk idősebbekre. Viszont a generációs különbségeknek a megértéséhez nagyon nagy mértékben szükség van a generációs önismeretre. Ezért a mostani sorozatban nem fogok csak és kizárólag a fiatal generációkra fókuszálni, hanem az összes generációról megpróbálok lehetőleg azonos arányban beszélni. És nagyon jó lenne, hogyha a mostani fiatalok is odafigyelnének arra, hogy miért úgy működnek a mostani X-esek, baby boomerek vagy veteránok, mert hogy ők is tanulhatnak ebből nagyon sok mindent, ugyanúgy, ahogy mi is tanulhatunk abból, hogy miért úgy viselkednek és hogyan viselkednek a mostani fiatalabbak, akik az alfa, Z vagy az Y generáció tagjai. Nyilván a generációhoz való tartozás az egy általánosítás. Hogyha valakit zavarni fog az általánosítás, akkor el kell keserítsem, mert az egész sorozatunkban nagyon sok általánosításról fogok beszélni. Nem fogok tudni beszélni személy szerint senkinek a gyerekéről vagy az anyjáról, mert hogy az nem egy generációs megközelítés. De itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy annak ellenére, hogy a sorozatunk fókuszában az áll, hogy a generáció nagymértékben meghatározza a viselkedésünket, azért én is azt gondolom, hogy nem csak és kizárólag a generáció az, ami az egész működésünk mögött áll. Azt gondolom, hogy körülbelül három olyan fő rész van, ami meghatározza egy-egy egyének a viselkedését. Az egyik a személyiségünk, vagy a DNS térképünk, ami nagy mértékben eldől a fogantatásunk pillanatában, és nagy mértékben befolyásolja a viselkedésünket. Ez alapján fog eldönni, hogy én magas leszek, vagy alacsony, szőke, vagy barna, betegségre hajlamos, vagy egészséges életmódom lesz, okos leszek, vagy kevésbé leszek okos, ezek nagyon nagy esetben már a fogantatás pillanatában eldőlnek. A személyiség az pedig szintén egyéntől függő, és nagyon nehezen kategorizálható. Nővérem és közöttem 5 év különbség van, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül azonos környezetben nőttünk föl, azonos háttérrel, azonos média háttérrel, azonos gyerekkorral, ugyanabban a családban, és feltételezhetően nagyon hasonló DNS mintázattal. Mégis nagyon nagy különbség van a személyiségünk között, mégis nagyon máshogyan viselkedünk. Mit üzen ez a gondolat, mit üzen ez a történet? Tulajdonképpen az, hogy mindenki egyedi, mindenki különleges. Tehát attól, hogy ebben a sorozatban generációs különbségekről és generációs hasonlóságokról fogunk beszélni, azért azt el kell fogadni és ki kell emelni, hogy egyénileg mindenki másképpen működik. A generációs megközelítés az egy ilyen helikopter nézőpont. Nagyon magasról nézi a társadalmat, és ebből a magas megközelítésből próbál trendeket és folyamatokat alkotni, és arról beszélünk, hogy ezek a folyamatok hogyan hatnak az idegrendszerünkre, hogyan hatnak az értékeinkre és a döntéseinkre. Minél lejjebb megyünk kis csoportokra, már amit mondok, nem biztos, hogy igaz, de ha lemegyünk az egyén szintjére, szinte biztos, hogy nem igaz. Tehát maradjunk meg abban, hogy a generációs megközelítésben rengeteg igazság van, rengeteg előadást tartok, és az esetek 95%-ában a hallgatók mindig magukra ismernek és megkérdezik, hogy én ezt honnan tudom róluk. De hogyha
valaki úgy érzi, hogy az ő családjára, az ő gyerekére, az ő tanítványaira, amiket mondok, nem feltétlenül igaz, az nem azt jelenti, hogy amit mondok, az ellen kell mondani, és mindenképpen azt kell mondani, hogy nem igaz, akkor örüljön neki, hogy ő a kivételek közé tartozik. Szóval mindenki egyedi, mindenki különleges, és hát már Darwin is elmondta az evolúciós elméletében, ő úgy fogalmazott, hogy az emberek és egyéb állatok elméjek közötti különbség csupán fokozati és nem minőségi. Picit bonyolult a mondat, de hogyha lefordítjuk és átvezetjük mondjuk a generációk esetére, akkor azt is mondhatjuk, hogy a generációk nem alapvetően különböznek, csupán az adott spektrumon való elhelyezkedésükben vannak eltérések. Tehát ahogyan élünk és ahogyan viselkedünk, ebben vannak ilyen némi nemű különbségek vagy távolságok. Ugye a Vekedi úgy fogalmazott, hogy amikor megszületünk, akkor még nincsenek kész képességeink, hanem annak a lehetősége van meg, hogy ezeket a képességeket valamilyen szinten fel tudjuk tölteni. A szeretet és a gyűlölet nem két egymással ellentétes viselkedés, hanem ugyanannak a képességnek a két különböző végpontja. És az, hogy melyik irányba fogunk tudni elmenni, az attól függ, hogy milyen nevelésben van részünk. És ez ugyanúgy igaz a figyelemre, ugyanúgy igaz a munkára való hozzáállásra, az alázatra, a lojalitásra, vagy akár a múltkori beszélgetésben egy nagy vitát gerjesztő köszönésre is például. Sokat beszéltük az élménytartományról. Az élménytartomány tulajdonképpen azt járja körül, és azt mutatja meg, hogy mihez is kell alkalmazkodnunk gyerekkorban, és mihez kell ez alapján alkalmazkodnunk a felnőtt korunkban. Ehhez mintákat használunk föl. Azokat a mintákat, amiket gyerekkorban kapunk meg. És nagyon sok mintánk nincsen a jelenlegi világban. Nagyon sok olyan helyzetünk van 2024-ben, amiből a mostani generációk gyerekkorban semmilyen mintázatot nem kaptak. Ilyen például a digitális szülőség. Szóval amikor azt mondjuk, hogy élménytartomány, és mit tanultam a gyerekkorban, akkor mindig vissza kell gondolatban nyúlni ahhoz, hogy milyen gyerekkorom is volt. És az én gyerekkoromban nem volt semmi digitális. A szüleim sem voltak digitálisak. Tehát most az én élménytartományomban felnőttként, szülőként bele kell vinnem egy új tapasztalást, egy teljesen új életet ahhoz, hogy digitális szülőként tudjak megjelenni a gyerekemnél. Ezt most kell kitalálni. Ez azt jelenti, hogy ez egy teljesen új élmény. Először saját magamat kell kitalálnom, mint digitális szülő. Először saját magamat kell összeraknom, mint digitális ember. És ezért látjuk azt nagyon sokszor, hogy nagyon sok felnőtt nem tudja tudatosan használni az eszközt, mert hogy most magunknak kell kitalálni azt, hogy milyen a digitális 40-es, a digitális 50-es, a digitális 60-as és 70-es. És ha ezt megtettük, megvan ennek az élménye, csak utána jön az az élmény, hogy milyen a digitális szülő, hogy milyen a digitális nagyszülő. Érthető? Tehát, hogy most vannak olyan 70-75 éves emberek, akik megkapják a mobilukat, az okos eszközöket, először saját magába kell megtalálni a saját korosztályába, a saját családjába, a saját kapcsolataiba, hogy hogyan tudja a digitális eszközt használni, és csak utána jön egy második lépés, hogy ebből összerakja a digitális nagymamaságot. Ez nagyon fontos tanulás és nagyon fontos információ arra kapcsolatban, hogy az élménytartomány hogyan tudja az egész életünket végigkísérni, és hogyan tudja meghatározni mindazt, amiben kapaszkodnunk kell a jelen világunkban. Úgyhogy az első epizód tulajdonképpen azokat a fő témákat járta körbe, és azokat lehet talán magunkkal vinni ez alapján, hogy nincsenek egyetemes igazságok. Hogy azt, amit én átéltem gyerekkoromban a vasárnapi ebéddel, Krasznahorkai László író a Reménytelen tájjal és a tehenekkel, az, hogy 7 éves koromban elmentem bevásárolni, és megéltem az önállóságot és a megküzdési stratégiát, ez nem azt jelenti, hogy ezt mindenki ugyanígy megélte, és hogy mindenki képes ezeket a képességekkel magával hozni. Nincsenek egyetemes igazságok. A te igazságod és a gyerekeid igazsága, vagy a nagyszüleid igazsága között hatalmas különbségek lehetnek, de mindegyik igazság. De ha csak a sajátodat nézed, akkor beleragadhatsz a saját generációs mosaradba, és nem fogsz tudni túllátni ezen, ugye ezt hívjuk generációs csapdának, és azt a saját generációs élménytartományodat akarod az összes többi generációra kiterjeszteni. Szóval, hogy nincs egyetemes igazság, hogy nem tudod ugyanazt elvárni az egyes generáció tagjaitól, hogy néha azon gondolkodni, hogy az én elvárásom mennyire irreális, mondjuk egy mai gyereknek, hiszen az ő digitális gyerekkora és az én offline gyerekkorom között hatalmas különbségek vannak. A harmadik, hogy nem jobb,
nem rosszabb, hanem más. Ez az én misszióm, ez az én küldetésemnek a lényege, hogy nem vagyunk jobbak, és nem vagyunk rosszabbak se. Csak más gyerekkort kaptunk, és emiatt más képességeink vannak. És a negyedik pedig az, hogy mindennek következménye van. És tulajdonképpen ez a következmény az, amiről a többi sorozat részben fogunk majd nagyon sokat beszélgetni, mert hogy amit csinálunk és amit teszünk, ha tudattalanul tesszük, akkor elfelejtjük azt, hogy vannak következmények. Én ezekre a következményekre fogom majd felhívni a figyelmet. Körülbelül ennyire jutottunk a mai első alkalommal, amikor a generációk és az életkor összefüggéseit elemeztem. Ha tetszett, kérem iratkozzanak fel a Friderikusz Podcast csatornájára a youtube.com-on, a képernyő alatt kisebb balra található feliratkozás gombra, és mellette a kis csengő ikonra kattintva. De természetesen feliratkozhatnak a facebook.com-on is, a Friderikusz Podcast oldalon a követem gombra kattintva. Aki pedig hasznosnak tartja ezt a generációkról szóló sorozatot, illetve tanult ebből a mai epizódból is, munkánk támogatását kifejezheti a YouTube-on, a képernyő alatt a köszönet gombra kattintva. Aki meg még egy picit tanulna esetleg ebből a témából, ajánlom a két könyvemet. Az első a Generációk harca, hogyan értsük meg egymást, ami mélyebben és elég szélesen végigjárja a generációk közötti különbségeket. A második könyv pedig a Generációk harca a figyelemért, hogyan tanuljunk egymástól egymásért, pedig a hogyanokra hívja fel a figyelmet, egy picit több praktikus tanáccsal, egy kicsit gyakorlatorientáltabban. És hogyha még mélyebben szeretnének belemenni, akkor nagyon szívesen tartunk egyénileg is előadásokat, erről pedig az info@steigen.hu e-mail címen lehet érdeklődni. Egy délután a tinédzser lányoddal. Találj rá a közös dolgokra, fizess egyszerűen a mobiloddal, és váltsd az együtt töltött időt valóra. A generációkra szabott pénzügyi megoldások szakértője és a sorozat támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Bíztatom Önöket arra, hogyha valami nem volt elég világos, vagy nem volt érthető a mai előadásomból, vagy menet közben a mai témával kapcsolatban megfogalmazottak Önökben kérdések, küldjék be nyugodtan azokat. Ha lehet, minél rövidebben megfogalmazva a már említett studio@friderikusz.hu e-mail címünkre. Jövő csütörtökön este 8 órakor Friderikusz Sándor jelentkezik szokásos műsorával, beszélgetésével. Én mához két hétre leszek újra itt, akkor a generációk jellemzőivel folytatom. Azt kérem, kövessék ezt a csatornát addig is, akkor is.